1928. júliusában Kecskemét közgyűlése a híres város díszpolgárává választotta Klebelsberg Kuno kultuszminisztert. Az oklevelet, melyet Irányi István festőművész, főreáliskolai tanár készített el, az ünnepelt 90 évvel ezelőtt, 1929. május 29-én vette át. A törvényhatósági bizottság ülése emelkedett hangulatban zajlott. A városháza zsúfolásig megtelt dísztermében magasrangú állami vezetők, a Szegedi Egyetem rektora és a környékbeli települések polgármesterei is helyet foglaltak. Az ünnepségen előbb Fáy István főispán, Zimai Károly polgármester és Kovács Sándor plébános mondott beszédet. Azután Klebelsberg Kuno szólt a megjelentekhez. A kulturális tárca első embere e szavakkal köszönte meg az elismerést. A díszpolgárságból nem a díszt, hanem a polgárságot akarom hangsúlyozni. Önökkel válvetve óhajtok munkálkodni egy virágzó, hatalmas Kecskemét megvalósításán. A városházi ünnepség után leplezték le a méheslaposi iskolánál Klebelsberg Kuno és Révész István prelátus kecskeméti plébános emléktábláját. Kisfaludi Strób Zsigmond alkotásán többek között ez a szöveg állt. Minden időkben hálás megemlékezésül azért, hogy ők tanyai iskolák emelése révén a törzsökös magyar nép művelése érdekében fáradhatatlanul és nagy eredményekkel dolgoztak.